Az ügyrendi és nemzetiségi bizottság nyílt ülés keretében kettő napi rendi pontot tárgyalt legutóbbi ülésén. A 2021. évi költségvetés módosításáról szóló napi rend mellett egy másik témakör is szerepel, amelyet utoljára 2016-ban módosítottak, így annak aktualizálása fontos kérdés volt. Ez pedig az önkormányzati tulajdonú bérlakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének témaköre volt. Vannak olyan ingatlanok, amelyek jelen pillanatban rossz állapotban vannak, sátor a jó hív, ezt nem tudjuk bérbe adni. Szociális alapon ugye bérbe lehetne adni, de nem lehet, mert olyan állapotban vannak, és a rendeletmódosítás most azt tartalmazza, hogyha vannak olyan fiatalok, akik, vagy olyanok, akik bérbe vennék ezt a ingatlant, és vállalják azt, hogy felújítják. Természetesen az önkormányzat egy külön megállapodást kötve, részletesen szabályozva a felújítás ütemét, mértékét, módját, illetve hát olyan engedélyköteles, például gáz és víz, amihez engedély kell, akkor ott szakember végzi el ezt a felújítást, és ők ezt vállalják, és bérbe veszik, és felújítják, akkor egy újabb, a szociális bérlakások között egy újabb állomány nyílik meg, és több embernek, több családnak tudunk így bérlakást biztosítani. A jelenlévő bizottsági tagok egyhangulag támogatták a napi rendben foglaltakat, illetve elfogadásra javasolja azt a képviselőtestületnek. Ugyancsak ezt a két napi rendi pontot tárgyalta a pénzügyi bizottság is, amelynek tagjai hasonlóképpen elfogadásra javasolják majd a képviselőtestületnek mindkét napi rendet. Ezt követően a nevelési, ifjúsági, civil, sportügyi és közművelődési bizottság tagjai nyílt ülés keretében öt napi rend kapcsán foglaltak állást. Az egyik, amelyik érinti a lakosságot, a Bósa Hungarika pályázat újbóli kiírása, ezt már nagyon jól ismeri mindenki, van A és B pályázati lehetőség. Én kérem, hogy kövessék figyelemmel az önkormányzatnak a honlapját, hiszen ott mindent megtudnak, október elején kell beadni, úgyhogy készüljenek fel, és minél többen pályázanak. Emellett meghallgatták a Sárospataki Tankerületi Központ, illetve a Kossuth Lajos Művelődési Központ igazgatójának beszámolóját is. Nagyon sokszínű és sokrétű programot kínálnak ismét, ugye, hogy egy pandémiától egy kicsit fellélegzünk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a város lakossága meg fogja találni azokat a programokat, amelyeket szeretne megtekinteni, megnézni, és így minden, gondolok itt minden rétegre. Átlagos esetben minden év márciusában fogadtatjuk el az előző évi beszámolót, és az évi munkatervet pedig akkor kerül elfogadásra. Itt ugye a Covid az járványos sajnos sok mindent befolyásolt, úgyhogy maga a 2020-as évi beszámolónál is elsősorban erre törekedtünk, ezt emeltük ki, hogy az adott járványügyi helyzetben hogyan cselekedtünk, hogyan írtuk felül a munkatervünket, hogyan szerkesztettük az online programjainkat. A 2021 évi munkaterv elfogadásánál pedig hát természetesen már itt a rendezvények nagy részét lebonyolítottuk, mert épp ugye a város hetében zajlanak most az események. Valamennyi bizottság zárt ülés keretében tárgyalta a díszpolgári cím, a Pro Urbe és a közszolgálati díj adományozásáról szóló előterjesztést.